senkit sem ismerek, aki magát eléggé jelentéktelennek érezze ahhoz, hogy élettörténetét ne találja rendkívül érdekesnek, és ne álmélkodjék minden apróságon, ami életében előfordulhat. Senkit sem ismerek, aki magát eléggé jelentéktelennek érezze ahhoz, hogy élettörténetét ne találja rendkívül érdekesnek, és ne álmélkodjék minden apróságon, ami életében előfordulhat. Ezt a kötetet azért mindenestül az igazságnak szentelem, mivel hogy az én élményeim is csak egyedül engem, magamat érdekelhetnek. Kriptában jártam, és kértem Istent, tisztítsa meg szívemet, eszemet, kedélyemet, és töltse meg a lelkemet igazi bölcsességgel és tiszta tűzzel. Mit is kívánhat még az ember ezen kívül? Őszinte tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket, hogy eljöttek Nagyszentre. Hát kérem, az a temetőkápolna, a Széchenyi nemzetség temetkezési helye. Az alattunk lévő sírboltkamrákkal 47 Széchenyi családtag nyugszik. És amint lemegyünk a sírboltba, lesz egy fölírás, Széchenyiek üzenete. Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi. Por és hamu. Nagyon tisztelt úrnők és urak, kedves hallgatóim! Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, hogy eljöttek megtekinteni a legnagyobb magyarnak, Gróf Széchenyi Istvánnak a sírját. Hát kérem, itt állunk előtte, ebben a sírkamrában alusza örök álmát 129 éve, azok halnak meg, akiket eltemetnek, azután pedig elfelejtenek. Széchenyi István szülei fönnyugosznak a legfelső kamrában. Széchenyi Ferenc alapította a Nemzeti Múzeumot 1802-ben. Széchenyi Ferencnek a fia volt a Lajos az első, az a legidősebb. Aztán a Pál a második, István meg a harmadik. Tevékenységével nem csak az akkori időt szolgáltó, maradandókat alkotott, illetve alkottatott a jövő számára, és ezek ma is megvannak. Széchenyi István nem akarta forradalmat. Ő látta előre, hogy a nemzet bele fog menni a pusztulásba, de a folyamatot megállítani a Habsburgok makacsága véget már nem lehetett, és ő az események következtében súlyos idegbeteg lett, megőrült. Szeptember 5-én vonult el Bécsnek külvárosába, Döblingbe, a Görgenféle ideggyógyintézetbe. Ott töltött közel 12 évet, mikor 1860. április 8-án halva találták karosszékében, szétroncsolt koponyával. És amit lemegyünk a folyosóba, balra látható lesz egy fémszekrény, abban jelenleg Széchenyi István koponya csontdarabja látható, amit a lövés kiszakított a fejéből. Én Széchenyi Péter vagyok. Én a Széchenyi Pálnak az ők unokája vagyok. Nagyon örülök, hogy
sors összehozott bennünket egy újabb szécsedi fiúval. Nagyon örülök. Én Amerikából jöttem, ott születtem. Amerikából. Igen, New York városában. Ott maradjon itt Magyarországon. Most jobb lesz telávar. Ó, Istenem, még kicsinynek, nyomorulnak, tűnök fel önmagam előtt. Nevem Széchenyi. Szeretnék a földbe süllyedni. Peter Széchenyi. Fogok-e dicsőséget élvezni? Nem. Peter Széchenyi. De hisz mi végre is? Nevem Széchenyi. Nem arra készült, hogy ismerté legyen. Mert szerintem azért te is, én is, és minden állampolgár ebbe az országba, Széchenyi Istvánnak azért tartozik valamire. Én legalábbis azért dobtam ezt fel Tókióba, hogy menj le is. Nézd meg Magyarországot, és azt szerettem volna vele elérni tulajdonképpen, hogy tényleg te megismerd a magyar kultúrát is majd jobban, mint hát Amerikában tudod megismerni, de jobban, benne, meg mikor benne vagy a testeden keresztül, a szemed, füled, meg minden, megérez, hogy most mi van, szerintem mi volt, és aztán, hogy mi lehet itt. Uh-huh. Igen, ezt érzékel, mert azt hiszem, ez nagyon sokat ad mindenkinek. Nem csak egy Széchenyinek, csak mindenkinek, uh-huh. aki komolyan idejön és megnézi ezt. Van az a kínai közmondás, hogyha nem tudod, hogy honnan jössz, akkor nem tudod, hogy hova kell menni. Amikor megékeztem, akkor kerestem témát, és a tájkép nekem régen mindig fontos téma volt, és gondoltam, hogy talán Magyarországról lehet, a mai magyarországi helyzetről lehet beszélgetni a tájképen keresztül. És amikor lerajzoltam, és ránéztem, akkor úgy éreztem, hogy ez nem az igazság. So this isn't what's going on. És it didn't project what I felt from the people, from the situation, not only political but emotional and social situation here. And so minden nagy hazugság lenne egy kicsit. Úgy gondoltam, hogy nekem nem szabad ezt a false impressiont mutatni, ilyen szép istanya, nem tudom mi. Az egy turizmus, ez nem az igazi. És kiderült, hogy egy ilyen absztrakt nyelv, szóval absztrakt festmények elkezdtek, mert that's how I could speak most in nem is tudok angolul beszélni többé. Most már egy év után. Nem tudom. Egy nyelvet sem tudok többé. Mm-hmm. Hogy hát egy képet, amitől egy ilyen pszichológiai hatás lesz az embernek, és az a hatás, amit én itt érzek. So to paint is to get to know something outside, uh-huh. hogy valami más, szóval adni, mindig adni, uh-huh. a festészetet adni kell. Uh-huh. És nem tudom, hogy miért, de Magyarországon ezt nagyon erősen éreztem is, és ez a filozófia nagyon, nagyon erős lett itten Magyarországon. Görvéllyel, kettős izekkel és sérvel, mint igen nyavajás emberi gyümölcs csúsztam a világba. Mint igen nyavajás emberi gyümölcs csúsztam a világba. Atyám nagyon szeret, mert ifjúkorában hozzám hasonlított. Egy olyan embert,
vélt belőlem képeztetni, aki hazájának egykor hasznára és számára vigasztaló leszek. A kettő közül egyik se voltam eddig, és mégis szeret. A sógornőjét vette el, anyámat. A sógornőjét vette el, anyámat. Sok hasonlóságot találnak köztem is közte. Ő alkalmasint jobb ember volt, mint én. Ő, nyugodjék csendesen, mégis úgy érzem, kicsinyesebben és korlátoltabban gondolkodott, mint én. Isten engedje, több erővel végeznem. Isten engedje, több erővel végeznem. Atyám oly sokat mesélt nekem arról az időről, amikor anyámat feleségül vette. Mennyi hasonlóság az én és az ő helyzete között. Minden szava mélyen megrendített, és erős a meggyőződésem, hogy egy végzetes szerelem némely családban tovább élhet nemzedékeken át. Akkor este itt ültünk innen a teraszon, és itt tanultam meg a csillagokat, látod, most is látszik a hold. Itt tanultam meg, hogy hol az északi csillag, és a göncölt szekér. El tudok mondani neked mindent a házról. Mikor épült? 1931-ben épült, ugyanabban az évben, amikor én születtem. És az én apám, te nagyapád építette, örökölte az egész aranyosi birtokot, ő apjától persze, és a háború alatt a német hadsereg itt ment át Jugoszláviába, és a partizánok odaát igen hamar elkezdtek harcolni a németek ellen. Úgyhogy 1944-ben itt már erős háború folyt, minden este láttuk a lövések fényét. Mint ugye keletről is jött a front, az oroszok ellen folytatott harcok már nagyon közel voltak. Amikor elindultunk, akkor már a Dunán átkeltek az oroszok. Tehát lovas kocsival, hintóval indultunk el, ott álltak a hintók. Hát igen, én magam lóháton indultam el, és lovagoltam innét egész Ausztriáig, 13 éves koromban. Mi is a haza? Nem tudom, még megmagyarázni sem tudom. Mi a szerelem? A nők iránti érzelem mégis csekélyebb, mint az, melyet az ember a szent hon, a szabad nép iránt érez. Csak annyit tudok, hogy ott a levegő jobb, a fák, a mezők szebbek, és minden oly kedves, oly drága nekünk. Mindig oda vágyunk, és törekszünk, és ott élni, ott halni. Az egyetlen óhajunk.
ez a ház teljesen romba volt. Mint gyerek nem akartál visszajönni? Hát persze szerettem volna, rettetes honvágyam volt, és hát nagyon nehéz volt azt elfogadni, hogy nem lehet visszatérni a hazába. Uh-huh. Hát, tulajdonképpen abban az évben még azt gondoltuk, hogy hát, jobbra fog fordulni a helyzet, de hát ezt nem tette meg sajnos. Úgyhogy akkor hát a család, tudod, összeült, és édesapám azt mondta, hogy arról sajnos most nem lehet szó egyelőre. És hát azon kezdtünk gondolkozni, hogy tulajdonképp hova lehetne tovább állni, mert Ausztriában sem maradhattunk vég nélkül, ugye rokonok házában éltünk. Úgyhogy kezdtünk azon gondolkozni, hogy hát hova menjünk, hova lehetne kivándorolni. Szóba került Ausztrália, Kolumbia Dél-Amerikában, de aztán később az Egyesült Államokra koncentráltunk, mert egyik nagybátyám oda került nagyon hamar a háború után, és ő kezdett hívni, hogy hát mégis az a világ akkor egyetlen igazán szabad országa, és hogyha szabad emberként akarunk élni, hát akkor ott lenne a legjobb. Honfitársaim, magyarok a nagyvilágban, külföldi barátaim! Az országházból szólok hazánk lakosaihoz, mindazokhoz, akik szívükön viselik Magyarország sorsát. Ünnepélyesen bejelentem, hogy az országgyűlés által módosított alkotmány kihirdetésével a mai naptól 1989. október 23-ától országunk államformája és neve Magyar Köztársaság. Én magam mostani fogalmaim szerint nem kaptam semmi nevű nevelést, drága szüleim példáján kívül. Ifjúságomat tudatlanságban és nem törődömségben töltöttem. Rossz és teljesen züllött nem voltam, és ilyené alig, ha válhatik az ember. De sok vétkemtől, melyekben éltem, nyugodtan aludtam, és a legnyugodtabb lelkiismerettel tettem tönkre egy engem szerető drága lény földi boldogságát. November 3-án este 8 órakor olyasmi történt velem, aminek rám nézve mindenképp szomorú következményekkel kell járnia. Thank you.
senkit sem ismerek, aki magát eléggé jelentéktelennek érezze ahhoz, hogy élettörténetét ne találja rendkívül érdekesnek, és ne álmélkodjék minden apróságon, ami életében előfordulhat. Senkit sem ismerek, aki magát eléggé jelentéktelennek érezze ahhoz, hogy élettörténetét ne találja rendkívül érdekesnek, és ne álmélkodjék minden apróságon, ami életében előfordulhat. Ezt a kötetet azért mindenestül az igazságnak szentelem, mivel hogy az én élményeim is csak egyedül engem, magamat érdekelhetnek. A kriptában jártam, és kértem Istent, tisztítsa meg szívemet, eszemet, kedélyemet, és töltse meg a lelkemet igazi bölcsességgel és tiszta tűzzel. Mit is kívánhat még az ember ezen kívül? Őszinte tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket, hogy eljöttek Nagyszentre. Hát kérem, az a temetőkápolna, a Széchenyi nemzetség temetkezési helye. Az alattunk lévő sírboltkamrákkal 47 Széchenyi családtag nyugszik. És amit lemegyünk a sírboltba, lesz egy fölírás, Széchenyiek üzenete. Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi. Por és hamu. Nagyon tisztelt úrnők és urak, kedves hallgatóim! Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, hogy eljöttek megtekinteni a legnagyobb magyarnak, Gróf Széchenyi Istvánnak a sírját. Hát kérem, itt állunk előtte, ebben a sírkamrában alussza örök álmát 129 éve, azok halnak meg, akiket eltemetnek, azután pedig elfelejtenek. Széchenyi István szülei fönnyugosznak a legfelső kamrában. Széchenyi Ferenc alapította a Nemzeti Múzeumot 1802-ben. Széchenyi Ferencnek a fia volt a Lajos az első, az a legidősebb. Aztán a Pál a második, István meg a harmadik. Tevékenységével nem csak az akkori időt szolgáltó, maradandókat alkotott, illetve alkottatott a jövő számára, és ezek ma is megvannak. Széchenyi István nem akarta forradalmat. Ő látta előre, hogy a nemzet bele fog menni a pusztulásba, de a folyamatot megállítani a Habsburgok makacsága véget már nem lehetett, és ő az események következtében súlyos idegbeteg lett, megőrült. Szeptember 5-én vonult el Bécsnek külvárosába, Döblingbe, a Görgenféle ideggyógyintézetbe. Ott töltött közel 12 évet, mikor 1860. április 8-án halva találták karosszékében, szétroncsolt koponyával. És amit lemegyünk a folyosóba, balra látható lesz egy fémszekrény, abban jelenleg Széchenyi István koponya csontdarabja látható, amit a lövés kiszakított a fejéből. Én Széchenyi Péter vagyok. Én a Széchenyi fának az ők unokája vagyok. Nagyon örülök, hogy
sors összehozott bennünket egy újabb szécsedi fiúval. Nagyon örülök. Én Amerikából jöttem, ott születtem. Amerikából. Igen. New York városában. Ott maradjon itt Magyarországon. Most jobb lesz telávar. Ó, Istenem, még kicsinynek, nyomorulnak, tűnök fel önmagam előtt. Nevem Széchenyi. Szeretnék a földbe süllyedni. Peter Széchenyi. Fogok-e dicsőséget élvezni? Nem. Peter Széchenyi. De hisz mi végre is? Nevem Széchenyi. Nem arra készült, hogy ismerté legyen. Mert szerintem azért te is, én is, és minden állampolgár ebbe az országba, Széchenyi is vannak, azért tartozik valamire. Én legalábbis azért dobtam ezt fel Tokióba, hogy menj le is. Nézd meg Magyarországot, és azt szeretem volna ezzel elérni tulajdonképpen, hogy tényleg te megismerd a magyar kultúrát is jobban, mint hát Amerikában tudod meg, jobban benne, meg mikor benne vagy a testeden keresztül, a szemed, füled, meg minden, megérez, hogy most mi van, szerintem mi volt, és aztán, hogy mi lehet itt. Uh-huh. Igen, ezt érzékel, mert azt hiszem, ez nagyon sokat, sokat ad mindenkinek. Nem csak egy Széchenyinek, csak mindenkinek, aki itt komolyan idejön és megnézi ezt. Van az a kínai közmondás, hogyha nem tudod, hogy honnan jössz, akkor nem tudod, hogy hova kell menni. Amikor megékeztem, akkor kerestem témát, és a tájkép nekem régen mindig fontos téma volt, és gondoltam, hogy talán Magyarországról lehet, a mai magyarországi helyzetről lehet beszélgetni a tájképen keresztül. És amikor lerajzoltam, és ránéztem, akkor úgy éreztem, hogy ez nem az igazság. So this isn't what's going on. És it didn't project what I felt from the people, from the situation, not only political but emotional and social situation here. And so minden nagy hazugság lenne egy kicsit. Úgy gondoltam, hogy nekem nem szabad ezt a false impressiont mutatni, ilyen szép istanya, nem tudom mi. Az egy turizmus, ez nem az nem az igazi. És kiderült, hogy egy ilyen absztrakt nyelv, szóval absztrakt festmények elkezdtek, mert that's how I could speak most in nem is tudok angolul beszélni többé. Most már egy év után. Nem tudom. Egy nyelvet sem tudok többé. Hogy hát egy képet, amitől ilyen pszichológiai hatás lesz az embernek, és az a hatás, amit én itt érzek. So to paint is to get to know something outside, hogy valami más, szóval adni, mindig adni, a festészetet adni kell. És nem tudom, hogy miért, de Magyarországon ezt nagyon erősen éreztem is, és ez a filozófia nagyon, nagyon erős lett itt Magyarországon. Görvéllyel, kettős izekkel és sérvel, mint igen nyavajás emberi gyümölcs csúsztam a világba. Mint igen nyavajás emberi gyümölcs csúsztam a világba. Atyám nagyon szeret, mert ifjúkorában hozzám hasonlított. Egy olyan embert
vélt belőlem képeztetni, aki hazájának egykor hasznára és számára vigasztaló leszek. A kettő közül egyik se voltam eddig, és mégis szeret. A sógornőjét vette el, anyámat. A sógornőjét vette el, anyámat. Sok hasonlóságot találnak köztem is közte. Ő alkalmasint jobb ember volt, mint én. Ő, nyugodjék csendesen, mégis úgy érzem, kicsinyesebben és korlátoltabban gondolkodott, mint én. Isten engedje több erővel végeznem. Isten engedje több erővel végeznem. Atyám oly sokat mesélt nekem arról az időről, amikor anyámat feleségül vette. Mennyi hasonlóság az én és az ő helyzete között. Minden szava mélyen megrendített, és erős a meggyőződésem, hogy egy végzetes szerelem némely családban tovább élhet nemzedékeken át. Akkor este itt ültünk innen a teraszon, és itt tanultam meg a csillagokat. Látod, most is látszik a hold. Itt tanultam meg, hogy hol az északi csillag, és a göncölt szekér. El tudok mondani neked mindent a házról. Mikor épült? 1931-ben épült. Ugyanabban az évben, amikor én születtem. És az én apám, te nagyapád építette. Örökölte az egész aranyosi birtokot, ő apjától persze, és a háború alatt a német hadsereg itt ment át Jugoszláviába, és a partizánok odaát igen hamar elkezdtek harcolni a németek ellen. Úgyhogy 1944-ben itt már erős háború folyt, minden este láttuk a lövések fényét. Mint ugye keletről is jött a front, az oroszok ellen folytatott harcok már nagyon közel voltak. Amikor elindultunk, akkor már a Dunán átkeltek az oroszok. Tehát lovaskocsival, hintóval indultunk el, ott álltak a hintók. Hát igen, én magam lóháton indultam el, és lovagoltam innét egész Ausztriáig, 13 éves koromban. Mi is a haza? Nem tudom, még megmagyarázni sem tudom. Mi a szerelem? A nők iránti érzelem mégis csekélyebb, mint az, melyet az ember a szent hon, a szabad nép iránt érez. Csak annyit tudok, hogy ott a levegő jobb, a fák, a mezők szebbek, és minden oly kedves, oly drága nekünk. Mindig oda vágyunk, és törekszünk, és ott élni, ott halni. Az egyetlen óhajunk.
ez a ház teljesen romba volt. Mint gyerek nem akartál visszajönni? Hát persze szerettem volna, rettetes honvágyam volt, és hát nagyon nehéz volt azt elfogadni, hogy nem lehet visszatérni a hazába. Uh-huh. Hát, tulajdonképpen abban az évben még azt gondoltuk, hogy hát jobbra fog fordulni a helyzet, de hát ezt nem tette meg sajnos. Úgyhogy akkor hát a család tudod összeült, és édesapám azt mondta, hogy arról sajnos most nem lehet szó egyelőre. És hát azon kezdtünk gondolkozni, hogy tulajdonképp hova lehetne továbbállni, mert Ausztriában sem maradhattunk vég nélkül, ugye rokonok házában éltünk. Úgyhogy kezdtünk gondolkozni, hogy hát hova menjünk, hova lehetne kivándorolni. Szóba került Ausztrália, Kolumbia Dél-Amerikában, de aztán később az Egyesült Államokra koncentráltunk, mert a egyik nagybátyám oda került nagyon hamar a háború után, és ő kezdett hívni, hogy hát mégis az a világ akkor egyetlen igazán szabad országa, és hogyha szabad emberként akarunk élni, hát akkor ott lenne a legjobb. Honfitársaim! Magyarok a nagyvilágban, külföldi barátaim! Az országházból szólok hazánk lakosaihoz, mindazokhoz, akik szívükön viselik Magyarország sorsát. Ünnepélyesen bejelentem, hogy az országgyűlés által módosított alkotmány kihirdetésével a mai naptól 1989. október 23-ától országunk államformája és neve Magyar Köztársaság. Én magam mostani fogalmaim szerint nem kaptam semmi nevű nevelést, drága szüleim példáján kívül. Ifjúságomat tudatlanságban és nem törődömségben töltöttem. Rossz és teljesen züllött nem voltam, és ilyené alig, ha válhatik az ember. De sok vétkemtől, melyekben éltem, nyugodtan aludtam, és a legnyugodtabb lelkiismerettel tettem tönkre egy engem szerető drága lény földi boldogságát. November 3-án este 8 órakor olyasmi történt velem, aminek rám nézve mindenképp szomorú következményekkel kell járnia. De az is lehetséges, hogy csupán emiatt fogom egyszer főbe lőni magam. Egyetlen meggondolatlan cselekedet elégséges örökre tönkretenni saját boldogságunkat. Oly mélyre azonban még senki sem süllyedt, hogy jó
ne lehessen többé. Hogy jó ne lehessen soha többé. Ez a kiút minden bűnösnek megmarad. De nem holmi visszavonult, remete életben és imádkozásban rejlik. Jó tettekben áll. Szerintem a jó élet kezdete. Isten, hazán kért, térdelünk elődbe. Rút bűneinket jóságoddal född be. Född. Född be. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézed. Érdemét idézed. István királynak szíve gazdagságát. Szent Imre herceg kemény tisztaságát. László királynak vitéz lovasságát. Ó, ha csak ezt látnád. Vallásomban a teljes és tökéletes alázat érzését magasztosnak tartom, és a magunkon aratott győzelem diadalát a legkellemesebb és tisztább erkölcsi örömnek, amit az ember csak érezhet. És megalázhatja magát jobban az ember, mint amikor minden vétkét egy másik, csekély értékű embernek elmondja, és minden hiúságát elfojtva oly rossznak és gyarlónak mutatkozik, amilyen a valóságban, és amilyennek egyébként nem szeretné, ha tartanák. Erőm egy győzelmet kivívni magam fölött. Volt erőm egy győzelmet kivívni magam fölött. Ama népek szertartásait, melyek a naphoz imádkoznak, épp oly jónak tartom, mint a miénket. Következő nemzedéknek a fényhez egy lépéssel közelebb kell jutnia. Erre akarok vállalkozni. Érzem, hogy a szellemvilággal szoros kapcsolatban vagyok. Az ördög ez, vagy jó szellem, nem tudom. Ha a második, akkor Magyarország nemzet lesz. Mihelyt a lélek megérzi, hogy tökéletességre hivatott, megkísérli a földi örömöket elfojtani. Megkísérli a földi örömöket elfojtani. És magasabb célokra törekedni. Mint hogy azonban az emberek együttműködésre és nem elzárkózó életre vannak teremtve, a tökéletesség felé vezető út csak az lehet, melyen az ember a közjóért munkálkodhatik.
Attól tartok, hogy Magyarország pénzügyi oldalról fog összeomlani. Még a legrosszabbul berendezett gazdaság vagy háztartás is a végtelenségig és fennakadás nélkül mehet a maga útján, ha a kiadások összege kisebb, mint a bevételek összege, és megfordítva. Metternichnek 6 millió pengőforint adóssága van. Most már érthető egy és más, félelem a fénytől és a dolgok felbolygatásától. Aha. Metternich szisztémája életével megszűnik. Az enyém csak halálom után kezdődik. Életem története, kicsapongás, gőg, hiúság, hazugság, a nők, soha böjtölés, igazságtalanság alárendeltjeimmel, semmi jó cselekedet, elhanyagolt vasárnapok és imádságok, utolsó gyónás előkészület nélkül, Isten káromlás, torkosság, se hideg, se meleg, hogy a bűnt nem tudom abba hagyni. Rágalmazás, hogy nem tudom megígérni jabolásomat, amint a tapasztalat mutatja. Semmi hit. Düh. A nők. Liechtenstein hercegné boldogtalansága miért nevetségesen vastag szemöldökömet ókolja. Valóban különös, hogy az embernek gyászos körülményei tetejében még nevetséges külseje is legyen. Van azonban valami elvakultság és különbség a véremben, mely örökké az ellenkezőjére késztet annak, ami másokat foglalkoztat. Igen sokszor töprengtem azon, mi is voltaképpen az ész, és mindeddig nem tudtam megfejteni. A nagy tudás, az életbölcsesség, az önzés, nem tudom. Aki képes magát boldoggá tenni, az talán a legbölcsebb. Caroline Maid, Pál bátyának a felesége. Na most, amikor az ember elkezd naplót írni, ez egy kivételezett helyzet. Tehát belső lelkületében egy magasabb hőfokon kezd élni, és akkor fölöslegből ezt csak elkezd írni. És szinte az első jegyzetektől folyamatosan szereplője a naplónak ez a Caroline Maid, aki a sógornője, és lényegében ez a hozzáfűződő vonzalom az, ami szerintem ezt a naplóírást elindítja. Szóval ez az egész dolog tiltott Széchenyi számára. Na most, 1820. augusztus 30-án Caroline Maid meghal.
Hány éves volt, mikor meghalt? Húha. Ezt most így pontosan nem tudom neked megmondani, nagyon fiatal. Uh-huh. Nagyon fiatal, tehát mondjuk 30 körüli. Uh-huh. Nagyon fiatal volt. És ez egy olyan mérhetetlen önvádat okozott Széchenyi számára, hogy ő állandóan jóvá akar tenni valamit. Keres valami nemeset, valami nagyszerűt, meg akar fordulni. Ez a bűntudat, ami egész élete végig el fogja kísérni. És örökké, mint egy zarándokhely, ez vissza fog térni ehhez a kapcsolathoz, hogy egy fiatal nőt tönkretett. Tehát Széchenyiben egy hatalmas vágy élt arra, hogy ezt jóvá tegye. Hogy az ösztönök fölött valami saját vezérlést tudjon biztosítani, tehát hogy irányba helyezze az életét. Mert volt ez a második nagy szerelem, a Crescens. Igen. Szóval ez a megfordulás után, mikor újra irányította az életét, mikor engedte újra, hogy szerelem bele átveszi a testét, vagy? Caroline és Crescens között 10 év telik el. Egyszer csak találkozik valakivel, akivel a kapcsolat teljesen lehetetlen, mert több gyermeke van, ha jól emlékszem, ekkor 5 gyereke van, Zicsi Károlytól, és a kapcsolat teljesen lehetetlen. Ez az ország, ez belül az ő életében már formálódott, már álmodott róla, már angliai útjain azt álmodta, hogy hidat kell Pest és Buda között létesíteni, ezt Veselényivel közösen álmodták, és akkor 1825-ben egyszer csak teljesen váratlanul és szabálytalanul kirobban, és azt mondja, hogy egy évi jövedelmemet megajánlom a Magyar Tudományos Akadémiának. És ez 25-ben ezzel a háttérrel, tehát ennek a szerelemnek a hátterével történik tulajdonképpen, és valami nagyon-nagyon nemeset akar tenni. Teremteni akar ennek a nőnek egy országot. Na most ez egy másik nagyon különös történet, ugye hát a naplót egészen addig, ameddig el nem veszi feleségül Crescens uralja, hosszú-hosszú estéket, éjszakákat áll az ablak előtt, meg egyik városból a másikba rohan, hogy Crescensot lássa csak az ablakban, és ez a szerelem, ez mondjuk kitölti az életét, és közben terem, tehát közben ott ez az évtized Széchenyi számára szinte a legfontosabb. Érted? Tehát egyik helyről a másikra rohan, tesz, épít ezt, épít azt, tárgyal ezzel, tárgyal azzal, és közben Crescens megint oda megy, és nézze az ablakot. És közben Crescensnek születnek a gyermekei Zicsi Károlytól. Huszonegyedikén lettem 38 éves. Életemet elpackáztam. Crescens az egyetlen fénysugár a háttérben. Ha ez kialszik, többé semmi sem tart életben. Az úton a lábaim megfagytak, mert túl szűk volt a csizmám. A Dunán csak egyenként lehetett átkelni. Egy évi jövedelmemet fordítom rá, ha Buda és Pest közt híd épül, és hogy ezért jól lehet Pesten lakni, alkalmasint sohasem fogok, egyetlen krajcár kamatot, vagy akár visszafizetést sem fogok követelni. Az a gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bőségesen kárpótol. Thank you.
Telfordnál voltam. London, Abingdon Street 24. A Westminster közelében. 76 éves, egészen süket, felette vidám, ő. Mint egy 1200 hidat építettem. Én. Szeretnék egyet Magyarországon. Körülbelül 1600 láb széleset. Nálunk azt hiszik, nem lehetséges. A jég elviszi a pilléreket, vagy aradást okoz. A jég semmi kárt nem tehet, a pillérek biztosíthatók, és semmi esetre sem okozhatnak szokatlan áradást, ha eléggé távol vannak egymástól. Minő fesztáv a lehető leghosszabb? Ez a fekvéstől függ. A függő hit teszi lehetővé a leghosszabb fesztávot. Elkészítettem a tervét egy 1000 láb hosszúnak Glasgow számára. Önök azonban vegyenek 500 láb hosszút, aminő a Menai híd. Az alappillérek ott a jégtolódást gúnykacajjal fogadják. 1842. augusztus 24-én volt a Lánchíd alapkőletétele, és ezekben a hónapokban Széchenyi természetesen más kérdésekkel is foglalkozott, így többek között 1843. március 19-én megrendezte az első evezős versenyt a Dunán. Ha a Lánchíd építésének a koráról beszélünk, akkor természetes, hogy ez egybeesik a magyar történelem egyik legérdekesebb, egyik legizgalmasabb korszakával, az úgynevezett reformkorral. Egy olyan korszakkal, amit nem csak az ideáinak a szépsége, az ideáinak a tisztasága miatt becsülünk, hanem a tettei miatt is. A 32-36-os országgyűlés, ez az első igazi reformországgyűlés, elfogad egy nagyon fontos törvényt, amelyik nem csak egy állandó híd építését tűzi ki Budapesten, hanem azt is kimondja, hogy származására, rangjára való tekintet nélkül mindenki hídvámot, hídpénzt köteles fizetni. Itt egy kicsit ez a történelmi magyar alkotmány halála. Igen, a régi, rendi Magyarország mellett egy új, korszerű, ha úgy tetszik, polgári Magyarország körvonalai is kezdenek ezen az országgyűlésen kibomlani. És Pest egyik izgalma, egyik látványossága lesz a Duna medrében épülő pilléreknek a műve, a parton épülő zárgátaknak a műve. Ide jár most már fél Európa hídépítést tanulni. Magyarországon a hídépítés nem hajt hasznot. Gőzmalom jelentéktelen. Gőzhajó nagyon előnyös. De privilégium 15 évre. 15 évre? Vasút Győrtől Mosonig nagyon előnyös. Kanálisok és lecsapolt mocsarak végtelenül előnyösek. A kormánynak két gőzhajóval kellene rendelkeznie, és két gőzmeghajtású kotrógéppel. Országgyűlés. A folyamszabályozásnak országgyűlési tárgynak. Országgyűlési tárgynak kell lennie. Négy szögletes kövek. MacAdam ötlete. Flaster. Flaster volna a legjobb. Pest városának. MacAdam burkolat. Vas és kőszín. Nálunk is együtt található. Csak keresni kell, és mélyebbre ásni. És Széchenyit borzasztóan dühíti, ingerülté teszi az, hogy az osztrák kamara elnöke, Kübekváró minden árut, amit külföldről kell behozni, és főleg amit Ausztriától veszünk a híd számára, súlyos büntető vámokkal terhel. A fákra nézvést, miket
ültetni akarok, a nádor kipirult arccal és felforrt epével jelentette ki, megtiltaná. A kéziratomat a nádor elkobozta. Ezek gyűlölik az én szent türelmetlenségemet, nekik szívem legnemesebb fölindulása spektákulum. Minden kellemetlenül megy, időgyilkosok, minden türelmemtől megfosztanak. Az országgyűlés mindenről megfeledkezett. Rémséges nép. Rémséges nép. Tegnap betont csináltam Mivartnál. A méz oltatlan volt, igen meleg lett, ma még nem igazán szilárd. Rothschildnál ebédelek. Azt hiszem, nyakamba akarja varni a lányát. Évi 2000 font sterlinggel. Csinos. Összeroskadok ügyeim súlya alatt. És az már a magyar történelem tragédiája, hogy amikor ezt a hidat fölavatják, akkor ezen nem Széchenyi megy át, aki már az elmegyógyintézetben van, és nem Kossuth megy át, aki Törökországban van, és nem Batthyány Lajos megy át, aki a sírban van, hanem Hajnau Báró, a szabadságharc eltiprója. De mégis létrejön ez a híd, rengeteg szakmának, rengeteg technikai szakmának a közös produktuma, és egy kicsit egy korszak, egy város, sőt, egy ország, egy nemzet szimbólum. Crescens 5 hibámat veti szememre. Ön egy kisi hiú, egy kisi túlságosan becsvágyó, egy kisi álnok, egy kisi gúnyos, és egy kicsi hamis. Nem, mi nem születtünk reformátoroknak. Előbb mi magunkat kell megreformálnunk. Látogatnunk kell az alázat, az önmegtagadás iskoláját. Crescenst 50 napja nem láttam. Az, ami hajszol és a mozgat, voltaképp nem is az érdeklődés valami iránt, hanem az, hogy magam és gondolataim elől meneküljek, mert ha a téboly egyszer elragad, főbelövöm magam. Eszelős szerelem a forrás. Ez engem gyakran a legmagasabbhoz lendít fel, és Crescenst egy angyal tisztaságával imádom. Gyakran azt hiszem, megőrülök. Minden, amit elkezdek, sóhajtozás közben erőltetve valósul meg, és ami Magyarországot illeti napról napra, határozottabban érzem, hogy teljesen halott, és hogy én és a hozzám hasonlók ár ellen úszunk, és végezetül meg kell fulladnunk. Alkotmányunk 800 esztendő óta van. Csak néhányunknak van egyáltalán fogalmak arról, mi is egy alkotmány. Most zajlik a per, vagy még inkább a harc az abszolutizmus és a népek joga között.
Az orosz cár halálával egy hatalmas gát szakadt át, mely ellenállt a civilizáció és a felvilágosodás áramlatának. Mindazonáltal az abszolutizmus szolgái, kiknek érdekei, létezésük a régi formákkal oly szorosan összefügg, a küzdőteret ellenfelüknek átengedni könnyen nem fogják. Még erőteljesebben csapkodnak majd maguk körül. Láncok nélkül, vér nélkül ez a dráma nem végződhetik. De nem érint-e engem is? Crescenc iránti szerelmem megöl. Vagy valódi filozófus csinál belőle. Álmomban teljesen tévajodott vagyok. Félálomban csak félig. Ma készültem el a lovakról írt könyvemmel, minek utána 6 héten át naponta 10-15 órát dolgoztam. Egészségem napról napra gyengül. Ó, Istenem! Még. Hát a Széchenyi, most nem tudom, a Bertalannak vagy a másiknak a leánya, az gyermekágyi lázba halt meg. Nem tudom tudni. És az el van temetve a Hársfálinak a túlsó végére. És a férje annyira szerette, hogy amikor a Kostilnak a nagy ablaka oda néz a Hársfálira, minden reggel oda állt ki, és úgy üdvözölte a feleségét, később még elment valami vadászatra, hogy felejtsen valamit. Annyira értékes ember. A nagyapám Széchenyinek a jobbágya volt. Ez 48-ban volt a felszabadítás. Itt most akkor még belekeverednénk, mert a magyar a németet kikergette volna a világba. Csak az oroszoktól írták segítséget. Istenem, még hányszor? Hadd gondolkodjak egy kicsit. Elindult a folyamat. Reméljük azt, hogy a magyarok Istené nem hagy el bennünket. Istenem, és akik még most is kapálóznak, a semmi házi emberek, tehát benn vagyunk a pocsolába. Amikor neki mentek a magántulajdonnak, ezzel eret vágtok az országon. Nincs tovább. És mi lett? Amikor a kulákokat csinálták, nagy szenken, 5-70 éves asszombú csináltak kulákot. Akik össze voltak törve, annyit dolgoztak egy életen át. Tehát anyám bucsinázott kulákat, nem belőlem, de anyámot nem vették 70 éves korába. Engem vittek. Tudja? Engem vittek. Igen. Végig jártam internáló táborokat. Hogyne? Most türelemmel várunk. A folyamat elindul. Újra magyar lehet a magyar. Újra, Istenem. Nem is tudom, talán még a nap is máshogyan süt. Na, jó van, gyere, kigyűsz, ugye, persze. Na, gyere ide, jó van te. Jó van. Jó van, te okos kis állat vagy, jó van. Na, megvakardjam itt is, végig.
Jó van. Jó van. Ez angol telivérnek a lánya. Igen. Tessék csak elhinni, ugye? Képzelni. Amikor Angliában megvette a telivéreket, megírtja, hogy ő nem azért vette, hogy szereti a lószagot, hogy az odójukba márnásokat kipiszkálja, hogy lehessen velük beszélni. A telivér serleget én nyertem. Egyébként sok pénzt veszítettem. Zsokkémat megvesztegették, ez a benyomásom. Síralmas főfájás. Ó Istenem! Mi mindennek a terhe nehezedik rám, Inkei a száva dolgában, Hertelendi a balatoni gőzhajózás dolgában, Penglerrel a központi vasút. Gyakorta úgy tűnik fel előttem, mintha a körülmények tönkre juttatni készülnének. A hídon példának okáért bizonyosan veszíteni fogok 50 000-et. Sopron, Neustadti vállalat bűzlik. Menthetetlen. Ráfizetek még 10 000 forintot. Ez szerint 30 000-et veszítek. Ámen. S mellesleg még lármáznak ellenem, pedig érdemtelenül. 10 órakor állítólag macska zenét fogok kapni. Jó kontraszt volna az 1 millióhoz képest, amelyet hoztam. Megvilágosodott előttem, hogy nem jó pozícióba helyezkedtem, mert fenyegetőzésem, hogy elmegyek, semmi hatást nem váltana ki. Semmi sem lehet párt nélkül. Tönkre is megyek a slendriának és szemétdombján. Mindenki főnök akar lenni. Tönkre is megyek a slendriának és szemétdombján. Mindenki főnök akar lenni. 1848. Március 15. Ma látom. Magyarország tökéletes felbomlása felé halad. Hamarosan végem lesz. Ó, szent Nemezis! Egy lengyel és Kossuth hordják a gyulékony anyagot a tűzre. Mit lehet tenni? Batthyány Lajost és Kossuthot kell támogatni. Hallgatnia kell minden gyűlölségnek, ellenszenvnek, minden becsvágynak. Március 23. Batthyány Lajos odajön hozzám, ne hagyjam cserben, és a közlekedés ügyet vállaljam el. Azt mondom, ha szükségetek van rám, igen. Most aláírtam a halálos ítéletemet. Bizonyos, hogy kés alá kerülök. Március 28.
Miniszteri értekezlet. Ó Istenem, micsoda testület! Nyomorult hazárdjátékosok, pulykatolvajok, kalandor szájhősök. Április 6-a. Beszélek Deákkal a Tisza szabályozásra szánt 60 000 forintról, mit 4 hétre előlegezek cukorra, hengermalomra és fegyvergyárra. Május 1-én. Kolovrát azt mondta nekünk, Batyáni Lajosnak is nekem. Lehet zsarnok alatt is élni, köztársaságban is, de csőcselék uralma alatt lehetetlenség. Mi igaz? Május 15. Szerbia ellenünk van. 6 órakor Kossuthnál. Hadüzenet. 600 mészárost akar küldeni kaszákkal a szerbek ellen. 500 000 forintja van. Beszélek, hogy megvilágítsam e rögeszmét. Nem megy. Ő amolyan delirium félében mindenkit fel akar akasztatni. Május 21. Átadom ezüstöm legnagyobb részét az állam számára. Július 18. Délután 6. A 12-es számú lánc felfüggesztve. 8 óra előtt elpattan a dob egyik gyűrűje, és lezuhan az egész. Én, Majlát, 2 kisfiam, Adam Clark, csak nagy nehezen menekülünk meg. Nyitva látom a túlvilágot. Crescence. Szüntelen, felöltözetlenül csapzott hajjal. Ó Istenem, még ez a jóságos, nemes, de gyakorlatilag lassú, időöllő asszony is. Jóságos, nemes. Augusztus 25. Világos előttem. Leginkább én vagyok a bűnös ebben az általános nyomorúságban, mely Ausztriát és kivált Magyarországot sújtani fogja. Augusztus 30. Egy ember se látja az előttünk álló iszonyú világtörténelmi katasztrófát, semmit sem tudok tenni. Teljesen kétségbe vagyok esve a hidláncokon járkálok. Szeptember 4. Tovább üsztek az Eumenidák, agyon akarom
lőni magam. Tasner tart vissza. Konferenciára megyek Kossuthoz. Felmentenek a további együttműködés alól. Nem volt még ember, ki nagyobb zűrzavat hozott volna ebbe a világba, mint én. Ó Istenem, irgalmas nekem. Kedved volna itt maradni egy ideig még? Hát szeretném, mert itt Magyarországon van valamilyen érzés, ami ide köt, és nem tudom, hogy miért. Mert Amerikában úgy nincs, nem vagyok oda kötve ahhoz a helyhez. Szóval mikor átmegyek a például itt Somogy megyén, hát a táj valamilyen érzést kihoz belőlem. Igen. Nem tudom, hogy miért. Peste, mikor először odaérkeztem, ugyanez volt. Szóval ilyen érzéseket kihoz belőle. Uh-huh. Ami Amerikában, hát ott sokat utaztam, és láttam a gyönyörűségeket, de hát nem volt ez az érzés. Igen. Március 3. Mivel ma a házkutatás során elvették a naplómat, másikat kezdek el. 8-tól 12-ig erősen kibolháztak. Március 9. Felöltözve aludtam a karos székben. Közeledik a végem. Álszeméremből, amiért ostobaságot műveltek, a végtelenségig fognak szekírozni. Március 17. Közeledik a végem. A Timesból Március 14. Azt olvasom ki, hogy romlásom eldöntetett. Ideje, hogy egy kétségbe esett döntéssel kivonjam magam ezekből az üldöztetésekből. Március 26. Elborzadok. Nem tudom hurcolni az életemet. Meg kell semmisítenem magam. Elborzadok. Nem tudom hurcolni az életemet. Meg kell semmisítenem magam. Március 29. Csupa kétségbeesés vagyok. Este sakk. Az éjjel véget akartam vetni az életemnek. Április 1. Nem tudom megmenteni magam.